Ezekben a hetekben a legfontosabb hírek az önök számára azok, amelyek a koronavírus járványról szólnak. Ezért e heti műsorunkban is hallhatnak helyi egészségügyi szakembertől olyan információkat, amelyek foglalkoztatják, érdeklik a városlakóit. A most következő beszélgetésben dr. Hegyi György, orvosigazgató, a Kuti Elek Egészségügyi Intézmény vezetője mutatja be a szájmaszkok különböző típusait, illetve tájékoztatást ad arról, hogyan szervezték át a központi orvosi rendelő működését. Nagyon sokféle információnk van természetesen a koronavírussal kapcsolatban, de lehet, hogy ezek téves információk, lehet, hogy rossz helyről szereztük, ezért örülünk neki, hogy doktor úr ismét leült velünk beszélgetni. Több dologról tudunk szót ejteni, egyrészt a ilyenkor használatos vagy ajánlott szájmaszkokról, illetve magának a rendelőnek a működéséről, ki rendel, milyen szabályokat állítottak föl, illetve mi az, amit tudnunk kell akkor, hogyha kicsit vagy nagyon éppen beteg vagyunk. Kérem, hogy a szájmaszkokról egy kis előadást tartson akkor nekünk. Nagyon sokfélet látok itt az asztalon. Melyik mire használható, mire hasznos? Egyáltalán, ha vásárolnunk kell, vagy használnunk kell, akkor melyiket vegyük? Üdvözlöm a tiszafüredieket. Ismét aktualitása van ennek a beszélgetésnek. Nagyon jó, hogy ezt a témát felhoztuk, mert sajnos nagyon sok tévhit van a szájmaszkokkal kapcsolatban. Itt egy pár példát tudtam összeszedni, hogy bemutassam, hogy mégis ezek a szájmaszkok milyenek, mire valók. Nagyon sokat hallottuk a tévében, hogy a sebészi szájmaszk az nem jó védekezésre, azt azok hordják, akik betegek. Ez teljesen igaz. Azt is el fogom mondani, hogy miért. De először bemutatnám a szájmaszkokat. Az első, amit bárki kis kreativitással otthon a mama az inger varrógépével össze tud állítani, egy olyan szájmaszk, ami anyagból van varva. YouTube-on bárhol találni ezen az interneten mindenféle praktikát, hogy lehet ezt megvalósítani. Ez egy géz anyagból, vagy lepedő anyagból varrott szájmaszk. Az, hogy hány rétegű legyen, ahhoz tud tanácsot adni? El fogok mindent mondani egy pillanat, csak bemutatom először a maszkokat. A következő, ez ugyanennek a megfelelője, csak a gyári sebészi szájmaszknak hívjuk. Ők azok, amikre azt mondják, hogy nem valók védekezésre. Sajnos ezt kell megerősíteni, hogy ezek nem valók védekezésre. Ennek kettő különböző oka van. Egyik az, hogy nem elég vastagok ahhoz, hogy a részecskéket megszűrjék, másik pedig, hogy nem simulnak rá az arcra, hogy szintén a belégzéskor a részecskéket megszűrjék. A belégzésnek a fizikája ugye úgy működik, hogy az embernek kitágul a mellkasa, negatív nyomás keletkezik, a levegő be fog áramlani. Na most ez a levegő honnan áramlik be? A külső térbe. Ha a szánk elé teszünk egy ilyen maszkot, amit ha akárhogy próbálunk fölvenni, nem fog rásimulni az arcunkra, illetve ez a kis gyűrődés, ami megpróbálja megakadályozni azt, hogy ne horpadjon be, de maga a fizika útján a negatív nyomás ellenében ez behorpad, illetve mivel légellenállást tesz, körülötte fog a levegő beáramlani az arcunk és a maszk között a szánkba, a légútjainkba vagy az orrunkba, a légútjainkba. Na most emiatt mondják azt nagyon helyesen, hogy ez nem véd a vírusfertőzéstől. Ez sem teljesen igaz, mert bizonyos szintű védelme van, de nagyon-nagyon kevés elenyésző. Talán akkor használható védekezésre, hogyha valakivel szemtől szembe állunk egy pillanatig, és nem is tovább. Nagyjából úgy lehetne ezt a dolgot modellezni, vagy példával illusztrálni, mint a naptejnél. Ha van a naptejnek, ugye faktorszámokkal jelöljük, ahány faktoros, annyi szorosát lehet az időn tölteni a napon, hogy leégjünk. Vannak a legkisebbek talán ezek a 6 faktoros naptejek, akik azt használja, aki barnulni szeretne, vagy leégni. Na most körülbelül ez is ennek megfelelő, hogy éppen vanni van, de megvédeni nem fog, főleg egy olyan embert,
például, mint aki fehérbőrű és a 6 faktoros naptejjel állna ki a napra. De ez minden maszkra igaz, mert a legjobb maszkoknak is van egy bizonyos tűrés határ, amit majd fogok említeni, hogy milyen fizikai tényezők alapján vannak csoportosítva ezek a maszkok, hogy milyen védelmi mértéket tud betölteni. A legjobb védelem az, ha idézőjelben mondom, most nem megyünk a napra, ezt a vírus nyelvére lefordítva, nem megyünk olyan helyre, ahol fertőzést szenvedhetünk, tehát maradjunk otthon, ahogy a szlogán hangzik, de ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Tehát ez a kétfajta maszk, amiről itt beszéltem, nem azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy ne betegedjünk meg, hanem viszont arra tökéletesen megfelelő, hogy kilégzéskor a kiáramló szánkon, orrunkon kiáramló levegő ennek ütközik neki először, ezen fog lecsapódni a pára, a gőz, ami elhagyja a légútjainkat, ami szállíthatja a vírusokat. Ezzel viszont, ha tudjuk, vagy ha nem tudjuk, de úgy érezzük, hogy tünetünk van, a fertőzésnek abban a szakába léptünk, hogy a tisztifőorvos asszony is elmondta, ami már a kiscsoportos fertőzéseknek az időszaka. Ha én tudom, úgy érzem, hogy náthás vagyok, úgy érzem, hogy beteg vagyok, de nincs magas lázam, nem fulladok, egy-két köhintésem van, nincs más dolgom, maradjak otthon, értesítsem telefonon a házi orvosomat, mondjam el, hogy milyen állapotban vagyok, ő el fogja mondani, hogy figyeljek magamra, ha a tüneteim súlyosbodnak, akkor jelentkezzek, és hogy milyen tüneti terápiával tudok segíteni magamon. Na most ilyenkor alkalmazzunk viszont ilyen jellegű védőeszközöket, azért, hogy a közvetlen környezetünket még jobban óvjuk attól, hogy ők is elkapják. Ilyenkor óvunk attól mindenkit már, hogy a közvetlen környezetét elhagyja, és ezzel akár nagyobb fertőzést tudjon szétszórni. Nem feltétlenül kell koronavírus fertőzőtnek lenni, mert nagyon hasonlóak a tünetek az influenzához, a szezonális megfázáshoz, sőt most, mivel a jó idő beköszöntött az allergiához is a kezdeti tünetek, ezt megkülönböztetni nem lehet. Teszttel sem lehet eldönteni, akinek ilyen tünetei vannak, hiába mondja, hogy neki csináljunk koronavírus tesztet, a koronavírus teszt akkor fog pozitív eredményt mutatni, hogyha valaki már nagyon beteg és gyógyuló stádiumot kezd el elérni. Azok az országok, akik a betegség korai stádiumában nagyon kis esetszám mellett nagyon sok tesztet végeztek, ezzel egy alacsony betegség szintet tudtak kimutatni az országukban. Most a statisztikáknak az elején állnak, hogy nagyon sok megbetegedés van náluk. Ezek a tesztek negatív eredményeket hoznak azért, mert még nincs meg a vérben az a mennyiségű immunglobulin, amit ezek kimutatnak ezek a tesztek, ami a tesztet pozitívvá tenné, még nincs meg az a mennyiségű védő anyag a vérben, amit a fehérvérsejtjeink termelnek, amit a teszt kimutat, hogy azt mondhassuk, hogy igen, ez a beteg koronavírus fertőzött. Ezek szerint fölöslegesen és korán végezték el a nagy mennyiségű tesztet? Így, ahogy tetszik fogalmazni, fölöslegesen és korán, idő előtt, és ezzel magukat egy olyan álnyugalomba tették, mint aki azt hiszi, hogy ha fölvesz egy ilyen sebészi szájmaszkot, ő nem fogja elkapni ezt a betegséget. Ez egy olyan, akik így teszteltek, egy olyan hamis illúzióba kergették magukat, hogy nincs a betegség jelen, hogy nem tudták a védekezésnek azt a megfelelő módját végezni, amivel megelőzhető lett volna ez a nagy tömegű járványos megbetegedés. Kérem, hogy mutassa be a többi, már komolyabbnak tűnő szájmaszkot is. Amik esetleg védhetnek, hát ugye, hogyha visszatérünk egy picit a fizikához, látjuk, hogy ezek a fajta tesztek, ez egy úgynevezett FFP1-es, 2-es és 3-as típusú szájmaszk. Ez az FFP, ez a
Face Filtering Pice rövidítésből adódó, magyarul egy légúti szűrővel ellátott arcmasknak a rövidítése, és ezeknek van egy sorszámozása, hogy mi ellen védenek. Ugye ezek nem azért vannak ezek a maszkok, hogy vírus ellen védjenek, ezek különböző munkavédelmi boltban kapható por ellen védő maszkok, amik azt jelentik, hogy a különböző munkahelyeken különböző porterhelésnek vannak kitéve az emberek, aminek vannak egészségügyi kockázati határértékei, és ezek a maszkok ez ellen védenek. Ez egy munkavédelmi eszköz. Így van. És akkor megvan, hogy az egyes típusú maszk, ez az úgymond leggyengébben védő maszk, ami egy egészségügyi határérték maximum négyszereséig terjedő porártalom ellen védő maszk. Megvan, hogy azt hiszem, ha egy picit puskázhatok, talán 20% az, ami a mellé légzést gátolja a maszkon belül. Ez abban nyilvánul meg, hogy ennek a széle nincs annyira eldolgozva. Itt az orrnál van egy pici párnázottság, ami nem engedi, hogy talán arra való, hogyha ez az orr merevítő jól be van állítva, akkor a szemüveg ne párásodjon be, de egy komolyabb légvételnél a maszk mellett itt ezen is bejuthat a levegő, illetve kilégzéskor itt fogja főként elhagyni a levegő, a légutakból kiáramló levegő a maszkot. Az alakját tekintve pedig úgy látom, hogy ez egészen jól ráfekszik azért az arcra. És van egy rezervoár kialakítva, ahonnan a levegőt be tudjuk szippantani, nem esik úgy össze, mint ezek a puha anyagú maszkok. A FFP2-es maszk az már egy picit komolyabb. Itt a szélkialakítás úgy van kialakítva, hogy jobban ráfeküdjön az arcbőrre, és egy szeleppel van ellátva, hogy a kilégzett levegő a szelepen keresztül hagyja el, hogy az archoz simulás még jobban ki tudja fejteni a hatását. Itt a fizikai határérték, ami a jelöléshez jár, az azt jelenti, hogy körülbelül 6%-a lehet a mellé légzés a maszknak. A Népegészségügyi Központ ajánlása szerint legalább ilyen 2-es vagy 3-as típusú maszkot érdemes azoknak a személyeknek viselni, akik például az egészségügyi ellátásban vagy olyan helyen dolgoznak, ahol fertőzésnek kitettek, ami védhet. Itt a maszknak az anyaga is olyan, hogy ez egy igen sűrű, nem is szövésű, hanem igen sűrű térhálós szerkezetű anyag, amely csak meghatározott mikronnál kisebb részecskéket enged át, azért, hogy a folyadék, a vízben oldott részecskék, illetve vírusok ezen fent tudjanak akadni. Ez már valamilyen szintű megfelelő védelmet nyújt a vírussal szemben, de javasolt olyanoknak használni, akik ki vannak téve a fertőzésnek, például az egészségügyi személyzet, vagy a rendészeti személyzet, a határőrök, akik olyan ismeretlenekkel találkoznak, akikkel nem tudják, hogyha szemtől szembe beszélniük kell, fertőzöttek vagy nem. Akik vírusos betegeket ápolnak, vagy kerülnek közelebbi kapcsolatba, számukra ez a védekezés megfelelő, ez a maszk megfelelő? Ezt a maszkot én inkább azoknak ajánlanám, akik olyanokkal találkoznak, akik nem tudjuk, hogy fertőzöttek-e vagy sem. Akikkel viszonylag rövid időt, az előző riportban beszéltünk a 2 méter 15 percről, erről a szabályról, és miért van ez a 2 méter, meg a 15 perc, akik ezen belül potenciálisan fertőzött betegekkel is találkozhatnak, azoknak nyújthat ez jó védelmet. Akik ennél nagyobb mértékben közelebbről, vagy nagyobb, több időn keresztül tartózkodnak egy légtérben, és vizsgálnak, vagy ápolnak esetleg vírussal
fertőzött személyeket, nekik az FFP3-as maszk ajánlott, aminek már megvan, hogy a mellé légzése az 99%-nál kisebb, tehát ez egy olyan maszk, ami az arcra egy külön anyaggal el van látva, hogy még jobban hozzá tudjon simulni. Ugyanúgy megvan ez az erős szűrő hatású anyag, amiből elkészül a rezervoár, hogy a levegőt legyen honnan szívni, illetve a szeleprendszer, ami meggátolja azt, hogy a maszk elhagyja utána az ember arcán. Hát ami talán még mondhatnánk, hogy a legnagyobb védelmet nyújtja, és aki biztos, hogy beteggel találkozik, az meg már olyan maszk, ami direkt arra lett kifejlesztve, hogy... Ez egy kicsit félelmetes már. Hogy porvédő, illetve olyan anyagok ellen védjen, az arcra simulva 100%-ban, és újra használható, hogy... ne engedjen be mellélégzést, és akkor ezeken lehet cserélni a különböző betéteket, hogy porvédő betét, vagy akár gázálarcnak a különböző gáz vagy vegyi anyagok elleni védelmét biztosítsa. Ez azért nem indokolt, hogy mindenki ilyen legyen az utcán. Egyrésztről mókásan is néznénk ki, először félelmetesen, majd mókásan, de aki viszont... a betegekkel foglalkozik, azoknak lehet, hogy jó lenne ilyen. Van ennek is hátránya, az olasz ápolók panaszkodtak, hogy ez a szilikon a hosszú idő után, hogyha nem egészen bőrbarát, vagy érzékenyebbek rá, akkor az arcot kikezdi. Egy irritációt okoz, de nekik ezt kell használnia valamit valamiért. Alapon. Úgyhogy ezzel a kis maszk előadással próbáltam volna fölhívni a figyelmet, hogy ezeket a maszkokat, amiket már most gyakorlatilag aranyárba mérnek, és mindenki ezt szereti, és csodát vár tőlük, ne várjunk tőlük csodát. És hiába utánozzuk le, az a csoda akkor sem fog megvalósulni. Ezek a maszkok, ezek arra valók, hogy mi védjük azokat, akik még esetleg nem betegek magunktól, hogyha véletlenül betegek vagyunk. Mert ezek a maszkok arra lesznek jók, csak hogy meggátolják, illetve csökkentsék az esélyét a vírus átadásának. Egy héttel ezelőtt a illetékes szakember azt mondta, hogy egészséges embernek Magyarországon még nem kell szájmaszkot viselnie. Változott-e esetleg azóta az előírás vagy a szabály? Ez ugyanígy van most is, egészséges embernek nem kell Magyarországon szájmaszkot viselnie, mint ahogy az előbb is mondtam példaként, az egészséges ember az maradjon otthon, ne menjen a napra. Ha nem megyünk a napra, nem égünk le, ha nem megyünk olyan környezetbe, vagy nagy közösségbe, akkor nem fertőződünk meg, és nem fogjuk ezt a fertőzést továbbadni. Ezt nagyon komolyan kellene venni, mert akik nem vették komolyan, különböző internetes oldalakon nyomon lehet követni nem a magyarországit, hanem a nemzetközi statisztikáját ennek a vírusnak az alakulásának, és ahol ezt nem vették komolyan, ott bizony most az egészségügyi ellátórendszert tették nagyon nagy próba elé, azért mert oly mértékű a megbetegedéseknek a mértéke, az aránya, hogy a kritikus eset számok megközelítik az ellátórendszernek a kapacitásának a határait. És uram, bocsá, azt nem szeretném senkinek, hogy el kelljen dönteni, hogy ha kifogy a kapacitás, hogy kire rakjuk rá a lélegeztetőgépet, mert akkor el kell dönteni, hogy ki legyen az, aki éljen, és ki legyen az, aki ne éljen. A televízióban hallottam, hogy talán vannak már olyan európai városok, ahol kötelezővé teszik a szájmaszk használatát. Tehát egészséges embernek is, illetve hát nem tudjuk pontosan, hogy ki a fertőzött közöttünk. Nálunk ez még nincs, ez a helyzet. Ez még nincs, amikor még ebbe a stádiumba vagyunk, hogy kis csoportos fertőzések vannak. Nem kell attól tartanunk, hogy bárki az utcán szembe jönve velünk valószínűleg koronavírus fertőzött, de mint a
médiában lehetett hallani a hivatalos forrásokból, és el fog jönni az az idő is, amikor gyakori lesz a fertőzött. Nem kell, hogy beteg legyen, nem kell, hogy tüneteket mutasson, vagy csak enyhe tüneteket mutat, de a virológus szakembereknek is az a véleménye, hogy erre a megoldás az lesz, ha átfertőződik az egész társadalom, legalább 80%-osan, és akkor egy olyan általános védettség fog kialakulni, amely az embereket megvédi attól, hogy egymásra terjesszék ezt a betegséget. Amikor azt mondják a televízióban a koronavírussal kapcsolatban, hogy Magyarország is eléri azt a szintet, hogy nagy csoportok érintettek a fertőzésben, akkor viszont lehet azt mondani, hogy javasolt mindenkinek hordani ezt a sebészi szájmaszkot is, akinek ki kell menni az utcára, azért, mert nem tudhatja, hogy ő esetleg elkapta-e már, és ha véletlenül igen, akkor viszont ne veszélyeztessen olyat, aki még nem. És minél ezt az átfertőzöttségi időszakot minél jobban el lehessen úgy nyújtani, hogy ne terhelje meg azt az egészségügyi szervet, amely a gyógyulást, a megoldást tudja azon a szinten biztosítani, hogy a súlyos eseteket támogatja a felépülésben. Tételezzük fel, hogy valaki nagyon fél a koronavírustól. Az eszközök közül melyik maszkot javasolja, hogy vásárolja meg, és örüljön neki, hogy neki van már otthon? Ez nagyon jó kérdés, mert ha valaki nagyon fél a koronavírustól, akkor maradjon otthon, és ne menjen ki az utcára. Tehát megint ezt kell mondani, mert hiába vásárolja meg bármelyeket, mindegyik eszköznél van egy kis esély arra, hogy elkaphasson. Nincs 100%-os védelem, egyedül az, hogyha nem találkozik fertőzött személye, azt pedig úgy tudja megtenni, hogy csökkenti azon interpersonális kapcsolatait, amelyekre nincsen szüksége mindenképpen. Tehát otthon kell maradni a családunkkal, a szeretteinkkel, és akkor ha vigyázunk magunkra, és nem találkozunk csoportokkal, nem járunk olyan helyekre, ahol sok ember megfordul, nagyon kicsi lesz az esélye, hogy elkapjuk. El fogjuk kapni, mivel még nincs erre a vírusra védőoltás, nem lehet azt mondani, hogy maradjon otthon addig, amíg nincs megoldás, mert még nincs megoldás. A megoldás az lesz most jelen pillanatban, hogy elkapja az ember, és kigyógyul belőle. Arra kell figyelnünk, hogy ne legyünk legyengült állapotban. Ilyenkor nem kell feltétlenül diétázni, nem kell fogyókúrázni, egészségesen kell élni. És akkor az immunrendszerünk, a személyes védekező rendszerünk képes lesz leküzdeni ezt a vírust. Hál' Istennek a tapasztalatok azok, hogy a átlag populáció normál védekező rendszerre leküzdi ezt a vírust. De vannak veszélyeztetettek, ilyenek különböző krónikus betegségben szenvedők és az idősek, akiknek már valamilyen okból kifolyólag ez a védekező rendszere nem olyan erős. Na most őket tudja az egészségügyi ellátórendszer támogatni abban, hogy az életfunkciójukat segíti, hogy át tudják vészelni ezt, és fel tudjanak épülni. És akkor okozunk bajt, hogyha őket oly mértékben fertőzzük meg, hogy nem lesznek képesek arra, hogy az ellátórendszerben mindenkit ellássanak, mindenkit támogassanak. Doktor úr, többféle tájékoztató anyagot olvastunk az interneten, Facebookon arról, hogy hogyan is működik most a Kuti Elek Egészségügyi Intézmény. Ha megtenné, hogy összefoglalja, hogy milyen orvosokkal találkozhat, kik érkezzenek ide, telefonszám azt hiszem nyilvános, de azt most nem tudjuk felsorolni. Kérek egy rövid összefoglalót, hogy hogyan is működik az intézmény, és mire figyeljünk. A Népegészségügyi Központnak egy levele érkezett e hét kedden reggel, miszerint a házi orvosi ellátást át kellene szervezni, és erről egy tájékoztatást adni, úgyhogy a 65 évnél idősebb kollégák lehetőleg ne
rendeljenek, illetve a légúti betegséggel rendelkezőket a rendelőben ne lássuk el. Ez egy nagyon sarkított és rövidített összefoglalója annak a levélnek, amit elmondtam, de ez alapján át kellett szerveznünk az egész ellátási rendszert. Én sem a Sanitas Corporisban vagyok már most jelen pillanatban, hanem itt a Ne felejts úton a QTL-ek rendelőintézetnek az egyik rendelőjében, és azért kellett ez, hogy a házi orvosokat egy helyre tudjuk csoportosítani, hogy a kollégáktól át tudjuk venni a terheket azoktól, akik 65 év fölöttiek, és úgy határoztak, hogy nem jönnek be dolgozni. Hány orvos van végül is, akik rendelnek most? Jelen pillanatban a Vekov doktornő, a Keller házas pár, én, és Balogh doktor is jelen van, bár én több alkalommal javasoltam neki, hogy szívesen átvállaljuk helyette ezt a terhet, de ő úgy döntött még jelen esetben, hogy bejön dolgozni. De azért, hogy csökkentsük a rendelőben megjelent potenciálisan fertőző eseteket, az ANTS-nek vagy a Népegészségügyi Központnak ezt az utasítását úgy hajtottuk végre, hogy a jelenlegi tüdő szakrendelőnek a különbejáratú rendelőjét átalakítottuk egy úgynevezett légúti rendelővé, és a bejáratnál két QTL-ek alkalmazott kolléganő egy részletes felmérést végez az ideérkezőktől, hogy kihez és mi áratban jönnének, és megkérik őket, akik különböző felső légúti tünetekkel vagy légzőszervi panaszokkal érkezzenek, hogy abba a rendelőbe kérjenek segítséget. Abba a rendelőben a 65 év alatti orvosokkal, a Keller házas párral, a Vekov doktornővel és jó magam, illetve a Varga Péter tüdőgyógyász kollégával egy váltott műszakú rendelést tartunk, ahol mindenki... Ez órát tekintve mennyi? Napi 8 óra? Napi 8 órában, reggel 8-tól délig és déltől délután 4-ig minden felső légúti, illetve légúti panaszos beteget ott nézünk meg, aki fertőzési eredetűnek számít. A házi orvosi rendelőbe pedig csak azok jönnek orvosi vizsgálatra, akik egyéb más panasszal, rosszul léttel jelentkeznek. És itt megint ki kell hangsúlyoznom, amit az előbb mondtam, hogy az orvosi vizsgálatra, mert akiknek nincs sürgős, súlyos olyan megbetegedésük, ami nem indokol orvosi vizsgálatot, egy leletet szeretnének megbeszélni, állandó gyógyszert kiíratni, azoknak nem kell bejönni, hanem telefonon értekezhetnek a házi orvosaikkal, illetve a asszisztenseikkel, és a új egészségügyi téren keresztül tudunk nekik receptet írni, le tudjuk kérni a leleteiket a különböző szakrendelésekről, ahol jártak, és meg tudjuk ezt beszélni úgy, hogy ne történjen személyes találkozás. Ezzel védve az egészségügyi személyzetet, akikre későbbiekben akár nagyobb teher is fordulhat, illetve a pácienseket, hogy feleslegesen ne kockáztassanak azzal, hogy fertőzésnek tegyék ki magukat. Doktor úr, van-e nyilvános adat arról, hogy hányan vannak karanténban Tiszafüreden, illetve hogy van-e itt koronavírussal fertőzött személy? Nyilvános adat nincsen. Minden házi orvosnak megküldi a Népegészségügyi Központ azokat a pácienseket, akiket hivatalosan karanténba helyeznek, és az ő körzetükbe tartoznak, körzetükbe vagy az nyilatkozatuk alapján az ő betegeik, illetve koronavírus fertőzöttről nem tudok. Szóbeszédszerűen lehetett hallani, de nem erősítette meg senki az információt olyan helyről, ahol ez hivatalosan nyilván tartott, úgyhogy jelen pillanatban most
azt tudom nyilatkozni, hogy nincs Tiszafüreden olyan, aki koronavírussal fertőzött lenne. Több olyan ember van, aki hatósági karanténba zártak, mert külföldről érkezett haza, és őszintén bevallva mondta a határon, hogy ő honnan jött és hova tart, és a jogszabálynak megfelelően megkérték, hogy 2 hétig ne hagyja el az otthonát, és nagyon sok olyanról is tudok, akik hazajöttek külföldről, de nem kaptak úgymond piros cetlit, hogy ők hatósági karanténba vonulnának, de mégis belátták ennek a dolognak a fontosságát, és saját magukat helyezték karanténba. Nekik ezúton is köszönöm, hogy vigyáznak ránk azzal, hogy 2 hétig megfigyelik magukat, és az alapján fognak utána csak közösségi kapcsolatot teremteni, de hallani olyanról is, aki ezt a szabályt nem tartja be, őket meg arra kérem, hogy vigyázzanak azokra, akik itthon vannak, itthon várták őket, hogy minél később legyen az a dolog, hogy betegség terjedjen, mert ha ez nem robbanásszerűen tör ki, hanem folyamatosan és lassan, akkor az egészségügyi ellátó személyzet képes lesz uralni azt, hogy ez ne okozzon nagy tragédiát. Doktor úr, köszönöm szépen a tájékoztatást, és természetesen jövünk, vagy legalábbis érdeklődünk telefonon, hogyha valami új hír van. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.